Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Eurosport nézőit. Megkezdődött a 2013-as Európa-bajnoki szezon a rally sportban, és a Jenner Rally a szezon nyitó január első hétvégéjén, fantasztikus környéken, Freistadt ugye a verseny központja, a gyorsasági szakaszok pedig hát itt szétszórva felső Ausztriában. Túl vagyunk már egy napon. 30. születésnapját ünnepli egyébként a Jenner Rally. És itt éppen Túrán Frigyest láttuk itt sétálni a képből. Sajnos ugye nekik nem kezdődött túl jól az EB szezon, hiszen rögtön az első gyorsasági szakaszon buktak, kétszer is lecsúsztak az útról, és a második hiba után már nem tudták folytatni sajnos, de hát bízunk abban, hogy azért nem ez volt az utolsó versenyük, ami az EB-t illeti. És akkor nézzük, hogy mi történt az első napon. Jan Kopecky fantasztikusan kezdett, őrületes időjárási körülmények vártak a mezőnyre, minden volt, tényleg hótól elkezdve, jégen keresztül, szakadó esőig, nagyon komoly felhordások, szóval nehéz volt a gumiválasztás. Ennek ellenére 10 gyorsasági szakasz után a gyári Skoda pilóta vezetett a versenyben. Buffier volt ez az, aki leginkább szorongathatta a cseh versenyzőt. Nyert is gyorsaságit Brian Buffier az első napon, és végül 20 másodperces hátránnyal állt Kopecky mögött 10 gyorsasági szakasz után a francia Peugeot pilóta. Raymond Baumschlager napja nem kezdődött túl jól, ugyanis az első gyorsaságin vékony szöges gumikkal ment, és látjuk, hogy jégnek, hónak itt még nyoma sem volt. Elég sok időt itt hagyott, viszont a következő kettő gyorsaságin meg vissza tudta szerezni az elvesztegetett másodperceket. Aztán a nap végére elfogyott a lendület, vagy talán Kopecky húzott bele egy kicsit jobban, de ott már csak a harmadik helyen tudta zárni a napot. Jan Kopecky, Baumschlager, aki egyébként 10-szeres osztrák bajnok. Itt van François Delecourt. Hát neki aztán tényleg minden előfordult, ő is elgumizta magát, letörött a váltókkal a 4-es gyors előtt, amit aztán ott a helyszínen próbáltak orvosolni az emelő szárával, azt húzták rá a váltóra, és azzal próbálkozott Delecourt váltani, emiatt is azért jól nem másodpercet, egészen biztosan veszített még, hogyha ezt ő nem is ismerte el. Itt van az első nap végi állás, Václav Pech a negyedik, Delecourt az ötödik helyen állt, és a hatodik volt Kajetanovic, aki vezette a Production Cup-ot a Subaru Imprezával, ő ugye a lengyel bajnok, Kajtó, és ott van mögötte Beppo Harrach, ugye Harrach Gróf, az osztrákok menője, mindenképpen mellette szól a helyismeret, és hát az, hogy egy fantasztikus versenyző Beppo Harrach. Itt vannak a második napi gyorsasági szakaszok, 8 van belőlük összesen, és a két utolsó gyorsasági, az ugyanaz a 25 kilométeres pálya lesz. Az a 25 kilométeres gyors egyébként a leghosszabb gyors a versenyen. Nagyon korán kezdődött a nap, már hát 6 óra fél hét környékén el kellett indulniuk Freistadtból az első gyorsasági szakasz. Itt Baumschlagereket látjuk, akik ötödikként kezdték a napot, mármint hogy ötödikként rajtoltak, és hát volt egy elég komoly pillanatuk. Egy kilométerre a gyorsasági céljától majdnem sikerült kijutni a futóművet a Skoda alól, ettől függetlenül tartották abszolút harmadik helyüket. Itt Brian Buffiert látjuk, hatodiknak rajtolt a mai napon. Másfél másodpercet kapott Raymond Baumschlagertől. Picit meglepődött azon Brian Buffier, hogy mennyire csúsznak az utak. Nem számított arra, hogy ennyire kapaszkodni kell majd. Itt pedig Jan Kopecky, aki tehát tavaly győzni tudott itt a Jenneren, és idén is úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jó formában tud autózni. Ő rajtolhatott hetedikként, és megnyerte ezt a gyorsasági szakaszt. Kettő másodpercet adott Baumschlagernek, 3,8-at Buffiernek ezen a gyorsan, úgyhogy 24 másodpercre tudta növelni az előnyét.
12-es gyors, az Unterweissenbach, ez egy 13,5 km hosszú pálya, Beppo Harrach képen. Ő másodikként rajtolt, egyáltalán nem volt elégedett egyébként a tempójával. Mai napon egyébként egyértelműbbek voltak a körülmények, szakadt az eső mindenhol, úgyhogy a gumi választás egyáltalán nem volt annyira nehéz, mint mondjuk az első napon. François Delecour harmadikként kezdte a gyorsasági szakaszokat, és bizony itt a 12-esen volt egy megforgása. Itt látjuk, éppen a legjobb kameraállásból, de annyi kiderül a képbe, hogy tolatnia kellett François Delecournak. Ettől függetlenül tartotta az ötödik helyét a rutinos francia. Tavaly nyáron töltötte be az 50. életévét François Delecour, és ebből az alkalomból meg is nyerte a román bajnokságot, ahol egyébként szintén látjuk majd 2013-ban, amellett a 10 EB futam mellett, amit beígért ő és a csapata. Václav Pech a minivel egy harmadik időtől le, 3,5 másodperccel volt gyorsabb Delecournál. Ezen a gyorson az abszolútban is éppen Delecour előtt állt, a negyedik helyen 28 másodperc volt ekkor az előnye. Brian Bouffier, ő nyerte a 12-es gyorsasági szakaszt, és saját bevallása szerint is nagyon-nagyon küzdött ezen a gyorson. Kopeckinek 7 másodpercet adott, Pechnek pedig 10-et. Ezzel egyébként lefaragta 16,7 másodpercre a hátrányát Brian Bouffier. Itt pedig Kajetanovic, vagy ugye a lengyelek hívják, ugye Kajtó 7. leggyorsabb időtől, és 1,8 másodperccel volt gyorsabb Beppo Harrachnál, ami azért fontos, mert ők ketten vívnak, ugye a Production Cup első helyéért. A hagyományos N-es autók, meg az R4-es autó kategóriája vívtő meg a Production Cup itt az EB-n, ezt meg szokhattuk már az IRC-ben. 36 másodperc volt egyébként Kajtó előnye Beppo Harrach előtt, itt pedig az abszolút állását látjuk. Bamsberger egy kicsit úgy gondolom, hogy visszavert, nem nagyon kell már neki rohannia, az osztrák elsőség úgy néz ki, hogy meg lehet, és a dobogó sem olyan távoli, hogy nagyon meg kelljen érte szakadni. Hát itt látok a többieket, és most elmegyünk egy rövid reklámra. Reklám után pedig jövünk vissza a második nap összefoglalójának második részével. Folytassuk a 13-as gyorsaságival, kevesebb mint 8 km az Arena Königswiesen nevet kapt, ez a legrövidebb pálya egyébként ezen a versenyen, viszont az egyik legszebb, alítanám, ezeket a képeket látva ebben egyetértünk, de hát nézzük a versenyautókban mi is történt. Raimund Baumschlager elsőként a képen, aki megnyerte ezt a gyorsasági szakaszt, még mindig a harmadik helyen állt, 42 másodperc volt a lemaradása az éllovas mögött, ami azért nem kevés. Baumschlager ugye 10-szeres osztrákbajnok, sokkal életebb pilóta annál, mint sem, hogy felelőtlenül megpróbálná ezt a 42 másodpercet eltüntetni. Azt hiszem vele kapcsolatban erre senki nem is igazán számított. Brian Bouffier második időtől ezen a gyorsan 1,8 másodpercet kapott rá, mint Baumschlagertől.
És itt van Jan Kopecky fedélzeti kamerája is. Buffier után rajtolt egyébként Kopecky negyedik időtől le ezen a gyorsasági szakaszon, azaz kikapott Bian Buffiertől, és tovább fogyott Kopecky előnye. 14,3 másodpercre olvadt az a 20 másodperc, ami a nap elején ugye még megvolt neki. Itt van Harrach Gróf, nagyon-nagyon jól autózott harmadik időtől le, összesen 7 szuper 2000-es autót tudott megverni Beppo Harrach ezen a gyorsasági szakaszon. Nagyon-nagyon szerette volna utolérni Kaitót, a lengyelek Subarusát. Itt van Kajetan Amics belső kamerája is, ő egy 8. időt repesztett ezen a gyorson, ez pedig azt jelentette, hogy Harrach hozott rajta megint, 28,6 másodperc volt kettőjük között a különbség. A Production Cup első és második helye az ő birtokukban volt, és akkor nézzünk egy kis simulcamet akkor velük. Erősebb a Mitsubishi, azt hiszem ezekből a képekből ez remekül látszik, mert kigyorsításoknál igen-igen meglép a Subarutól. Itt van még egyszer, itt a Subaru van még előtt, aztán nézzük itt az egyenesben, azért elég sokat nyer a Mitsubishi, és itt megint egy kigyorsítás, aztán ott majd megint egy kigyorsítás, és folyamatosan nő az előnye Beppo Harrachnak. Ez persze nem csak az autók közötti különbség, hát nyilván azért Beppo Harrach valamilyen jobban otthon érzi magát ezeken a pályákon, mint Kajetanovic, aki először van itt ezen a versenyen, úgyhogy az ő teljesítmény előtt is le a kalappal. Ott vannak ők a 6. és a 7. helyen, aztán Orsák Cserny és Tarabusz, 3 cseh pilóta zárja a pontszerzők sorát. Egy rövid szerviz, és aztán egy újabb kör, illetve hát ezúttal ugye kiegészül majd az egyik 25 kilométeres pályával ez a Tragvényi 25 kilométeres pálya, ami még hozzájön ehhez a körhöz, ehhez a három gyorsasági szakaszhoz. Kopecky nyeri a 14-es gyorsasági szakaszt, ez ugye a Szent Gutau, egy 8,2 km hosszú pályáról van szó, és megint 20 másodperci tornázza az előnyét, itt pedig Delecour jön, defektel. Egy bal első defekt, tehát elég sok volt a kihordás, és nagyon sok helyen le lehetett vágni a pályát, valószínűleg ennek esett áldozatául François Delecour. És Brian Buffier is hoz valamit, ott a, jönem az a szélvédő csík oldódott le a szélvédőről. Azt hittem, hogy egy kordon szallag ragadt oda, ami ugye a túlcsúszásoknál előfordul, hop-hop. No, hát Buffier megforog. A helikopter pedig szerencsére nagyon-nagyon jó helyen volt, hogy ezt föl tudta venni. Ez egyébként nagyjából 3 km a céltól történt ezen a gyorsasági szakaszon, de még így is 5. időt tudott autózni Jan, illetve Brian Buffier. És itt van Jan Kopecky is, egyetlen pótkereket vitt magával, ugye ezzel is próbálta csökkenteni az autójának a súlyát. És ő is kapott egy defektet méghozzá, ő is bal elsőt, csak úgy, mint Delecour. Egyetlen egy pótkerék, és ne felejtsük el, hogy van még 2 rövidebb, meg egy hosszú gyorsasági szakasz, ha erről a gyorsaságiról lejött, és azt a 3-at, ami még innen hátra van, bizony pótkerék nélkül kell teljesítenie. Ez mindenképpen hátrány, hiszen nem kockáztathat egyáltalán Jan Kopecky. Az előnye pedig nincs akkora, hogy megengedhesse magának egy nyugodtabb autózást. Beppo Harrach
megnyerte ezt a gyorsasági szakaszt. Egészen fantasztikus teljesítmény. Ugye 15-ös gyorsról van szó. És hát bizony Kajetanovicnak 7 másodpercet megint kiosztott az osztrák. Franca Delecour a defektje miatt a 7. helyig csúszott vissza, míg Kopecky az elsőről a 3. helyre. Nagyjából egy olyan 45 másodperc maradt bent Kopeckynél. Viszonylag közel van Baumschlagerhez, 2,3 tized a lemaradása. De hát Buffier mögött pedig fél perc, ez azért lehet, hogy sok lesz. Itt van Kajetanovic, ő tehát följött az 5. helyre, de Hárek iszonyatos tempóban közelít hozzá. 17 másodperc már csak Hárek hátránya Kajetanovic mögött a Production Cup-ban. Megint Kopecky autójában ülünk. 16. gyorsasági szakaszon egy második időt tudott autózni. Ezt a gyorsot egyébként Kajetanovic nyerte, aki azért ezzel jelezte Beppo Hareknek, hogy nem igazán gondolja ő úgy, hogy Hareknak előznie kéne, szóval óriási csata dúlt a Production Cup-ban is, csak úgy, mint az élmezőnyben. Kopecky följött a második helyre, de még mindig 25 másodperc a hátránya Buffier mögött, Baumschlager után pech, és aztán ott van Kajto, és ott van Hárek a 6. helyen, aztán Franca Delecour, Orszák, Jan Cserny és Jaromír Tarabusz a legjobb 10. És foglalkozunk egy kicsit a kétkerekesekkel, hiszen örömteli hírek, ugye amellett, hogy Hannes Danziger verhetetlen volt ezen a versenyen, ezzel a Clio R3-assal, de ebben a kategóriában két magyar páros is be tudta fejezni a versenyt, méghozzá nem is rossz eredménnyel. A 3. helyen Besenyei Zoltán és Nyírfás Júlia, őket látjuk itt ezen a képen az Eurosol Racing Team Hondájával. Megszerezték a dobogó legalsó fokát, az utolsó pillanatig a 2. helyen álltak, de aztán Elvis Csendre egy olasz versenyző iszonyatos hajrát vágott az utolsó 25 km-es gyorsan, és ott meg tudta előzni Besenyei Zoliékat. De hát annyi baj, legyen dobogó sokkal jobb, mint nem befejezni egy versenyt. Míg a 6. helyen célba jött Lukács Kornél és Mesterházi Márk, ugye Csucsú, ahogy mindenki ismeri a rallipályák mellett, egy Citroen C2R2 Max-al, hát mind a két magyar párosnak tényleg gratulálunk, mert őrületes versenyen vannak túl, és ez itt már csak célba érni is nagy dicsőség volt, nem csak befejezni, vagy nem csak ilyen jó eredménnyel befejezni a versenyt. A 17-es gyorsasági 25 kilométer, nem akármilyen körülmények között, zuhogó esőben egyébként. Ennyit kellett még a szervízig mennie Ján Kopeckinek pótkerék nélkül, és hát Kopecky nem annyira óvatoskodott, azt azért gyorsan mondjuk el, mert hogy bizony ezen a gyorsasági szakaszon nyerni tudott, méghozzá nem is kevéssel, Buffier a 14 másodpercet osztott ki a cseh pilóta, kettőjük közé pedig még Beppo Hárek is odafért, de hát nyilván Kopecky nagyon boldog volt, mert a 14 más, több mint a felét ugye a hátrányának lefaragta Ján Kopecky ezen a 25 kilométeren, és mondom, még egyszer pótkerék nélkül, tehát kockáztatni is kellett. Hát azért itt volt tempó. A mindenit egy kis oktató videó Ján Kopeckytől.
És akkor nézzük Buffyét, aki hát nyilván azért ugye abban a tudatban volt, hogy van neki 25 másodperc előnye, eddig azért partit ment Kopeckivel, szóval különösebben nem kell sietnie, hát kellett volna legalábbis egy picit jobban ennél, ugyanis ez a 14,4 másodperc, amit kapott, talán nem tudok sokat, mondom, az előzőnek több mint a felét elveszítette itt. Na és akkor nézzünk egy kis simulcamet tőlük. Kopecki és Buffy teljesen egyszerre fordultak be, egymásra vetítve a két autó. Teljesen együtt jönnek, itt igazából nem nagyon van különbség, habár innen a kigyorsításnál Kopecki sokkal jobb. Buffy egy később fékezett, mint Jan Kopecki, viszont a kigyorsítást is elkéste. És ott megint néhány métert, néhány tized másodpercet tudott rajta hozni Kopecki. Na még egyszer. Itt a jobbosból bizony sokkal jobban jött ki Jan Kopecki. No, hát az élen zajlanak a dolgok, de zajlanak a dolgok a Production Cup-ban is. Odafo Harak és Kajetan Kajetanovic csatázik hatalmasat a győzelemért. Harak hatalmas támadásban, és nem jött egy második időt ezen a gyorsasági szakaszon. Megint megszámlálhatatlan sok Super 2000-es autót tudott legyőzni a Gróf úr. Ezzel egyébként meg is előzte Kajetanovicot. Mert hogy a lengyel csak az ötödik helyen érkezett, és ezzel akkor így Beppo Harak följött az abszolút ötödik helyre, és átvette a vezetést a Production Cup-ban. Anu Kajetanovic teljesítményét is mindenképpen meg kell süvegelni, egyfelől azért, mert gyorsasági szakaszt tudott nyerni egy R4-es autóval, másfelől pedig azért, mert először van ezen a versenyen is első alkalommal ennyire fantasztikusan tud versenyezni. Na itt van Brian Buffyé, a szervíz, ugye itt még volt egy 20 perces szervíz, és aztán mentek vissza megint erre a hosszú, a 25 kilométeres pályára. Hát minden autón volt mit csinálni. Az utolsó szervíz egyébként a versenyen, mert hogy a hosszú gyors után már csak a cél következett. No, Buffyé következik, ha minden igaz. Nem nagyon van kérdés, sietnünk kell, nyomnunk kell, amennyire csak tudjuk, és aztán meglátjuk, hogy mi történik majd a gyorsasági végén. Kopeckinek annyit tudott erre mondani, nem tudom mi lesz, hát úgy gondolom, hogy esik a gyorsan. És mosolyogva távozik, hát nagyon-nagyon nyugodt, irigylem ezért. Ilyen Kopeckit, de hát ezért is van ott a Skoda gyárnál most már jó ideje, mert bizony bírja a terhet. No, François Delecour, nem volt egyszerű versenye a franciának, végül a hetedik helyen zárt. Ja, nagyon fontos az, hogy befejeztük ezt a versenyt és pontokat szereztünk, az biztos, hogy sokat tanultunk ezen a versenyen. Mondja tehát François Delecour, aki a hetedik helyen zár. Kajetanovic, neki maradt a hatodik hely. És annak ellenére, hogy az utolsó gyorsat elég nyomon nyomta Kajetanovic, mert egy harmadik időt jött. Nem tudom, mit mondhatnék. Fantasztikus pillanat ez számomra. Ugye második helyet megszerezte a Production Cup-ban is. Itt pedig Beppo Harak, aki iszonyú komoly hajrával följött az abszolút ötödik helyre, és megnyerte a Production Cup értékelését. Egészen elképesztő, amit Beppo Harak művelt, főleg a rally második napján. Nagyon szerencsések vagyunk. A jobb hátuljával eltaláltunk egy betondarabot, azt mondta. És azt hittük, hogy defektünk van, de igazából nem volt defektünk, úgyhogy minden rendben. És itt van Václav Pech, abszolút negyedik helyen, igazából túl sok kalandja Václav Pechnek nem volt. Az autója működött végig, ez a negyedik hely, ez azt gondolom, hogy
hogy remek eredmény számára második legjobb cseh versenyző, ugye ez cseh bajnoki futam is a Jenner Rally, úgyhogy neki ez is nyilván számít. Pedig Raimund Baumschlagert láttuk, aki ugye a legjobb osztrák lett, az abszolút harmadik helyen zárt, rutinos osztrák. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk ezzel a harmadik helyjel, vezetjük az osztrák értékelést, ez volt egyébként a fő célunk. Nagyon kemény verseny volt, nem volt könnyű célba érni, mondja Baumschlager. És aztán itt van Brian Buffier, 10,6 másodperc volt Buffier előnye az utolsó gyorsasági szakasz előtt. Egy volt Buffier ideje ezen a gyorsaságin, és hát természetesen ugye Kopecky mögötte jött, hát Buffier nem sietett onnan el, és várta, hogy milyen időeredmény lesz majd Kopecky neve mellett. Megpróbáltam jól menni, de nagyon nehéz volt, meglátjuk mire lesz ez elég. Nem gondolnám, hogy fantasztikus időt jöttünk, várjuk meg Jant is, aztán meglátjuk. Kopeckynek pedig nem volt más választása, mint hogy 110%-ot hozzon ki magából és az autójából. Támadnia kellett, ha győzni akart, már pedig győzni akart. 2012-ben, 2013-ban is elmondhassa magáról, hogy megnyerte Jenner Rallyt. Úgy gondolom, hogy itt még azt hiszem, hogy nem elég. Úgy gondolom, hogy nem elég, mert 43-at mutat az óra. Ott is, meg a navigátorom karórája is. 42, mondják neki, és hölgyeim és uraim, fél másodperccel, 0,5 másodperccel, 250 gyorsasági kilométer után Jan Kopecky tud nyerni Brian Buffier előtt. Egészen elképesztő időny kezdett. És amit még fölhívom a figyelmet, hogy nézzék meg az ötödik és a hatodik helyen, hogy Beppo Harak és Raimund, illetve Kajetan Kajetanovic között 1,1 másodperc döntött el a Production Cup győzelmét, úgyhogy soha rosszabb versenyünk ne legyen. Ja igen, és 120 ezer néző a pálya mellett, köztük rengeteg magyar, akik remélem, hogy nagyon jól érezték magukat a rossz idő ellenére. Kopecky vezeti a bajnokságot, 38 pontja van, ugye ez a bónusz pontokkal együtt értendő, Brian Buffier 31 pontos. És itt látják a további eredményeket. Tényleg soha rosszabb versenyt ne lássunk, gratulálunk a magyaroknak, akik célba tudtak érni. Ja igen, és a Colin McRae trófea, ami az IRC örökségéből ugye itt marad, Beppo Harakhoz került ezért a fantasztikus második napért. Tényleg mindent egy lapra tett föl Harak, és így meg tudta nyerni a Production Cup értékelését. Mosolyogva vehette át természetesen Jean-Pierre Nicolától ezt a díjat. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Február első hétvégéjén Litvániába látogat az Erdély mezőnye. A Magyar Bencét hallották, a viszontlátásra, viszont hallásra.